Most még csendüli meg a normafát és a vidéket, de nem sokára több tucat torok együttesen fog a közös üvöltés során hangosan ordítozni. Szépen gyülekezik itt a tömeg, a nagy közös üvöltésre, de kérlek mondd meg, hogy mi értelme volt ezt a brigádot így összeszervezni ebbe a hidegbe? Azt hiszem, hogy amikor az emberek megkönnyebbülnek, akkor annak mindig van értelme. És van valami koreográfiája ennek a dolognak? A koreográfiája az, hogy mi körülbelül egy 10 percig gyülekezünk, és utána elkezdünk üvölteni, és üvöltünk körülbelül egy 3-4 óráig, mert ugye általában itt az emberek jönnek-mennek, tehát ide jönnek, üvöltenek egy 5 percig, aztán elmennek. Tehát ez az ilyen folyamatosan cserélődik a társaság, legalábbis a tavalyi így volt. Hát akkor csak győzzük torokkal. A világító csodaszarvasomnak köszönhetően megtaláltam a legjobb üvöltöző kollégáimat. Dani és Máté azt hitték, hogy inkognitóban vannak, de nem. Srácok, ti hol szoktatok üvöltözni a leginkább? Hol nem ez a kérdés inkább? Mindenhol. Hát az a szerkesztőségben azt tudom, Máté, hogy te nagyon hangos vagy. Dani, te mondjuk inkább a fürdőszobában? Nem, én inkább itt az erdőben. Szép ez a hegyoldal, pláne ha ilyen jó, csendes. Láthatjuk és hallhatjuk, hogy a közös üvöltés már-már egy közös kántálássá fajul. Lehet, hogy ennek megvan a maga pszichológiai háttere, lássuk, hogy mit mond erre a szakember. Magának az üvöltésnek van egy ilyen szerepelő funkciója. A terápiának az egy nagyon-nagyon fontos jelensége maga a ventiláció. Az, hogy egy problémát, vagy egy bennünk lévő feszültséget újra elő és előhozva dolgozunk fel. Adott esetben beszéltünk a közösség erejéről is? Jaj, hogyne, persze. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ez egyszerű, elüvöltened magadat. De közben pedig így próbálj meg azt, hogy kiállsz a normafára, és elüvöltöd magad. Tehát ahhoz kell egyrészt egy mersz, másrészt egy támogató közegebben téged meg tud segíteni, például, hogy akár ilyen formán is megnyilvánulj, vagy teret adj a saját érzelmeidnek. Hogy mondtad, Léci, nem értettem tisztán. Köszönöm. Ti gyakoroltatok egyébként, még mert ide jöttetek volna? Én a vizsgám után. Sikeres volt, és akkor gondoltatok, hogy üvöltöd magad? Igen, a matek vizsgám után így egy étteremben láttam meg, és akkor így üvöltöztem. Gratulálok. Mit gondoltok, ki a világon a legjobb üvöltő ember? Színész, híresség, akárki? Hú, nem tudom. Hát a húgom. És most egy gyönyörű hullám üvöltéssel fog véget érni. Ez a csodálatos esemény, hajrá, srácok! Három! 2, 1, 2, 1!